Nagyon örültünk, amikor megláttuk a pályázati lehetőséget, amire a Kismama Karrier Központ ötletét ki tudtuk dolgozni. Szervezetünk már 22 éve segíti álláskeresőknek az elhelyezkedését, fejlődését, fejlesztését, de egyszerre, amikor leültünk a kollégákkal, egyszerre egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy most csináljunk kismamás projektet, csináljunk egy szép pályázatot, egy szép projektet kisgyerekes szülőknek. Célunk az volt, hogy létrehozzunk Kecskeméten egy olyan közösségi helyet, amely több száz kisgyermekes munkavállaló foglalkoztathatóságának javítását segíti fejlesztéssel, tanácsadással, mentorálással, képzéssel. Komplex szolgáltatási csomagunkból mindenki a saját élethelyzete és egyedi igényei szerint válogathatja össze, mi az, ami saját karrierje építéséhez szükséges. Azt érzik, hogy magukra maradtak a gyerekkel, férjük nem becsülni meg őket, ez szokott a legtöbb problémában lenni. Néha sajnos anyagilag is vannak olyan helyzetek, ahol akár a eladósodás vagy egyéb munkanélküliség a családnak a mindennapi életét beárnyékolja. Közben a munkaerőpiac gyorsan változik, sokan nem tudják felvenni a tempót az otthon töltött évek után, de segítséggel növelhetők munkaerőpiaci esélyeik. Nehézség talán az, hogy 7 éve otthon voltam, és hogy egyszerre beszoktatni a picit a bölcsibe, a nagyobb éppen iskolába kezdett, első osztályba, és hogy hozzászokjak ahhoz, hogy mind az egész család eljön reggel otthonról, és hogy én is már a saját utamat járjam, ne csak a család körül forogjon a világ. És a legnagyobb szerintem az, hogy önbizalmat adott az embereknek. Nekem szerintem csak előnyömre vált, hogy ide jártam. Számos egyéb rendezvényt szerveztünk, mert egyszerűen a közösség létrehozta. Szerettek jönni, szeretnek jönni. Most éppen hétvégén volt egy adventi kézműves foglalkozásunk, ahol adventi koszorúkat készítettek a kismamák, de akár a kirándulások, amikor eljutottunk külföldre, Szerbiába. Sokan akkor voltak először az Európai Unión kívül. Hát elég érdekes tapasztalatokat gyűjtöttek, de mindenki jól érezte magát. Egy olyan többlettel tértünk haza mindannyian, amit kár lett volna kihagyni, amit nagyon köszönünk, hogy van ilyen lehetőségünk az uniós támogatásokból.